Sziasztok! Én Tudvari, és most ebben a videóban megmutatom, hogy hogy lehet egy szerverbe, vagyis egy modba járműveket és objekteket berakni. Először is kell ez egy másik játék, egy program. Olyan, mint a multi, mint a Champ, Sandra's kiegészítő, tehát neve MTA, Multi Theft Auto. Ezenből is vannak ilyen csomó ilyen szerver, meg mindenféle hasonlóság, amiben lehet ilyen ugratni, meg derbizni, meg ilyesmi, de most mi csak arra használjuk, hogy pályát készítsünk. Ezt majd kirakok egy linket, most 1.3.1-es verzió jelenleg, szóval kattintsuk a map editorra. Csinál egy LAN szervert, csak eltett egy ilyen 10 másodpercig, szóval türelem. Nekem meg viszket az orrom, ez az. És kész is. Na szóval, a kezelése annyi, hogy VASD-vel vagy nyilakkal is nem. VASD-vel lehet közlekedni a világban, nagy sebességgel, de ha még gyorsabb akarunk menni, akkor Shift-tel könnyen lehet közlekedni. Ha F-et benyomod, akkor jelenik meg a menü, de akkor nem tudsz sehol sem menni. A menüben lehet látni azt, hogy új lap, megnyitás, mentés másként, beállítások, visszavonás, újra csinálás, locations, itt ilyen elmentett interiorok, meg ilyesmik vannak, a pályán lévő elementek, amik vasítak, current elements, hogy amilyen elemek jelennek a pályán vannak, objektek, meg járművek, map settings, ez mindegy, hogyha csak pályát akarunk csinálni, vagy objekteket, meg ilyesmit akarunk berakni, ez az MTS szeróknak van, de szóval nekünk összesen, amit használni fogunk, hát ez egy új, de az fölösleges, mert amint a map editor-re kattint, az egyből az új jelenik meg. Bár hogyha kilépsz, elmentem és kilépsz, akkor és később újba visszajössz a map editor-ba, akkor nem új pályát kezd, hanem folytatja a következőt, szóval akkor tényleg újat kell kezdeni. A mentés itt van, meg ilyesmi, ezt tudjátok mire kell használni. Visszavonás, újracsinálás, tudjátok mi az. Locations, annyi az egész, hogy rákattintunk és megjelennek itt a előre beállított location-ök, Ammunition 1, Ammunition 2, ezek az interiorok, jelzi a pozíciót, a nevet és az interior world-et. Bookmarks-ba ilyen sajátokat lehet berakni, alapból itt benne van a Grow Street. Certain Elements, nálam már itt van egy csomó ilyen AT, amit leraktam a szerveremhez, tehát újra átköltöztük LS-be, fákat. Settings azt hagyjuk. Test az meg annyi egész, hogy basic test, annyi, hogy lehet benne sétálni, full test meg lehet, az meg azt jelenti, hogy lehet benne járműveket lerakni, fegyvereket, meg minden hülyeséget. Itt lent lehet rakni markereket, vagyis ilyen checkpointokat, de azt, hogyha például egy munkához akarunk checkpointokat csinálni, akkor azt ne így csináljuk, mert az nem így fog működni, az parancsoljon belül kell. Szóval ezt nem is szoktam használni. Objekt. Egyértelmű objektek, pickupok. Hát itt sem az a, itt csak a pickup objektét rakod le, nem fogadjből fegyvert adni, meg ilyesmit, hogy belemész. Szóval ez is csak egy objekt szerűség, csak ezt mások hozzáadni, és itt vannak a járművek. Nyomjuk megint az F-et, és újból közlekedhetünk. Na szóval, hát mivel is kezdjük. Hát az a fontos szerintem, nem tudom, hogy régen, hogy most már így van el, de én még mindig úgy csinálom, mert régen úgy kellett, ha jól emlékszem. Lehetséges, hogy nem. Vagy csak babona volt, olyan hülyeség, hogy ha például objekteket és járműveket is le akarsz rakni, akkor nem szabad egy fájba lerakni a járműveket és az objekteket, mert nem tudom, nem fogja érzékelni, bár kell. Ha jól emlékszem, egyszer volt jármű és objekt egy fájban, vagyis egy mapban, átírtam, vagyis nem, egy program, és ilyen netes izékével átkódoltam pón, kódokra, és ugyanúgy működött. Szóval nem tudom, de ha nem menne, akkor annyi az egész, hogy külön fájba kell rakni az objekteket és a járműveket, hogy például lerakod a járműveket, elmented, új, lerakod az objekteket, elmented más néven. És akkor utána lesz, hogy például map objektek, map járművek, ez a két fájl. Hát szóval rakjunk le mondjuk erre a háztetőre egy, na jó, mondjuk ide a benzinkút melletti házra egy helikopter leszálló valamit, vagy ezt találunk éppen. Na szóval benyom az F-et, objekt. Itt van a kategóriák, ez megkönnyíti a dolgunkat. Itt van mindenféle kategóriák. Hát, most nincs kell végignézni, de
Most beírom keresőbe, hogy heli. Nézzük, mit talált. Itt egy helikopter leszálló, itt az körül köcsöge. Itt is egy, itt is egy, itt is egy, itt is egy, itt is egy. Hát ez itt a jelzés. Na jó, most nincs ilyen összerakni egy a három objektből álló leszállót, szóval rakjuk le egy jelzést. Na szóval, hát alapból nem tudsz mozogni, de itt is be lehet nyomni az F-et és viheted akárhova. Legtöbbször úgy próbálja igazítani a játék, hogy ami alapból benne van a játékban, vagy épületek, akkor arra annak a felszínen rakja, hogy ne legyen az, hogy belógjon, meg ilyesmi. De most ilyen az oldalra mutatok, és akkor így belóg. Na szóval jól van, rakjuk erre házra, mert is szebb. Így szépen lerakjuk. Mindegy, az akkor ez egyből ott van. Hát ha nincs ott, akkor ha nincs egyből a felszínen, lebeg egy olyan 10-20 cm-re a felszín felett, akkor már ezt nem lehet kijelölni, mert fú, de imádom ezt, amikor nem lehet. Hát igen, erre sose jöttem rá, hogy kell, biztos van valami short key, de most nincs kell ezzel szarakodni. Ezt megnéztek az optionokban. Mi ez már? Na. Jó, rakjunk egy objektet, mondjuk el, egy kis... Á, ott volt valami torony. Na de jó, félre kattintottam. Keressünk egy jó kis objektet. Na szóval, jó, itt van ez. Na. Hát ez eléggé bugos, mert hát a hátulról nem az látszik, ami előről. Ilyen össze-vissza, szóval nem is érdemes lerakni. Na hát, lerakjuk ide. Mindegy, az akkor talajon kell lennie. Talajon is van, de ha nincs talajon, akkor annyi az egész, hogy... Na, mennyi már. Mennyi az egész, hogy rákattintunk kétszer, miközben van már nyomva az F betű. Kétszer rákattintunk. Itt van a rotation, a position, model, interior dimension, minden itt van. Szóval, ha mondjuk egy kicsit leveg a talaj felett, vagy nem tudunk... nem nagyon pontosan kell agyrakni, mert a nyilakkal lehet az objektet mozgatni így össze-vissza, de nem annyira pontos, mert eléggé gyors, főleg, hogy ilyen ajtókat rakunk le. Itt vannak a koordináták, megnézzük, hogy melyik koordináta növelésével, csökkentésével merre megy. És ennyi az egész. Lehet állítgatni. Például itt a Z, nem tudom, hát Y-on szokott legtöbbször a magasság lenni, de nem tudom, lehet, hogy máshol is az, csak én Y-on szoktam. Mert a kétdimenziós koordinátorrendszer az Y számít így magasságnak. De az Z a magasság, szóval akkor most bejelítjük szépen 50-re, és megyből csak ennyi lók ki. 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és egyre fentebb megy. És kész. Cancel. Na ennyi lett volna az egész. Járműveknél ennyi az egész. Kiválasztod, lerakod. Rákattintasz, színeket változtathatsz, koordinátákat, forgatást. Paint jobokat is rakhatsz rá kell, bár nem tudom, hogy ez most mennyire le fog működni, hogyha így rakod be a paint jobokat. Lehet azt is külön parancsal, mert én még egyszer sem próbáltam meg ilyen nyéket berakni rá, mert FPS-er óra minek. Na hát szóval, itt már azért nincs olyan sok dolog, amit magyarázni lehet. Össze-vissza építgessetek, meg ilyen hülyeségek. És ha megvan, akkor mentsük szépen el. Itt miért nincsen ki az objektes. Szóval mentsük szépen el, elmentjük valamilyen névem. És most én ki is lépek MTA-ból, és már más programmal fogom felvenni a videót, videón kívül, szóval mindjárt jövök. Na, itt vagyok a böngészőmben, azon belül Google, keressük rá szépen, hogy MTA Map 2, na be is írta nekem, mert már rákerestem párszor, to Pwn Code. Itt megnézzük az elsőt, szóval mindig az már akkor csak ő szokott lenni. Itt szépen fájl kiválasztása, címekhajtó, programfájlok, MTA, Sandras, Server, per Mods, per Deepmatch, per Resources, és itt vannak a ti elmentett cuccaitok. Nálam például itt van az új map nevű mappa, és ebben van az új map nevű elmentett fája. Rákattintok az új map.map nevű fájlra. Most EPL file formatnek, nem ez kell, hanem POM code for SA2.MB. Na, mi ez, miért nem megy? Na jól van.
Akkor ez, ami nem megy. Még ez néha szokott menni. Miért nem megy? Próbáljuk egy másik pályával, hát valami bevágolt, új map objektek. Ja igen, hát igen, nem tudom, de valamiért ennél sosem jelezte ki nekem a járműves dolgokat. Most be kiválasztottam azt a mapot, ahol az objekteket raktam le, és hát itt is a parancs. Itt az első, megnézzük a másiknál. Egy másik konvertáló, de ez ugyanoda visz. Szóval ezt hanyagoljuk. Ez... erre már emlékszem. Tehát resources, új map. Választottam, convert to. Nem kell self-running, csak only necessary. Úgy elrontották nyártanilag. Pawn core for samp, convert map. Fú, igen, ez meg hibás. Nem tudom, de ezt nem engedi. Valami, hát lehet keresgélni objektekre, ez megfelelő. És nem tudom, hogy miért nem jó másra. Na mindegy. Keresgélek egyet és kirakok egy linket, ahol működik a járműs cuccos. Na szóval. Itt van ez a kód szépen. Kimásoljuk. Átmegyünk pontba. Megkeressük az on game mode initet. Ctrl V, tabulátorra helyrakjuk, és kész is. Ezek az objektek már futni is fognak. Vagy hát na, bent lesznek a szerveren, hogyha futnak. Ennyi lett volna az egész. Járművek ugyanez, csak más lesz ott a kód, de ezt ki is írja nekünk. Szóval csak kódot kimásoljuk, bemásoljuk ide, és működik. Kell hozzá a streamer plugin is, ha minden igaz. Na, most nem mentem el. Na jó, elmentem. Hát, de a streamer lehet, hogy csak azért kell, ha jól emlékszem, hogy egyszer több objektet is betöltsöm, vagy valami hasonló. Nem tudom már, rég csináltam. És ha csináltam mostában, csak az objektes dolgokat már rég csináltam. Na, hát, köszönöm, hogy néztetek. Kérdéstek van, írjatok. Sziasztok.